A Szlovák Nemzeti Bank jelenlegi alelnöke Ódor Lajos áll majd a szlovák szakértői kormány élén. Így döntött Zuzana Csaputová államfő Eduard Heger miniszterelnök lemondását követően. Az új hivatalnok kormány többi tagjával kapcsolatban az államfő úgy fogalmazott, a személyekről először a politikai pártok vezetőivel konzultál. A neveket csak ezután hozza nyilvánosságra. Stefán Zoltán folytatja Deák Dániellel. A 21. század intézet vezető elemzője Deák Dániel a vendégem. Jó reggelt kívánok! Beszéljünk azért először egy kicsit arról, hogy mégis hogyan jutottunk el idáig, hiszen szeptembertől parlamenti kisebbségben kormányzott az Eger kormány, amely már decemberben elbukta a bizalmi szavazást. Ugyanakkor még múlt csütörtökön egy sajtótájékoztatón arról beszélt az ügyvezető miniszterelnök, hogy a stabilitás záloga az, hogyha az ügyvezető kormányt megerősítik. Vasárnap pedig már lemond. Igaz, május elején két nap alatt két minisztere is beadta a lemondását, köztük olyan is, aki a magyar kormány teljesítményét bírálta. Ez volt a döntőpont? Igen, én emlékszem rá, hogy 3 évvel ezelőtt, akkor pont a koronavírus járvány kitörésekor Skype-on keresztül adtam interjút az M1-nek, és akkor ugye azt értékeltük, hogy a szlovák parlamenti választásnak milyen volt az eredménye. Ez 2020 márciusában volt, és akkor lehetett látni, hogy egy sok párti koalíciós kormány jött létre, és már akkor is mondtam 3 évvel ezelőtt, hogy ez azért nem egy stabil kormányzás lesz, hiszen minél több párból álló, minél sokszínűbb kormányzat van egy adott ország élén, az mindig az instabilitást hozza el, főleg egy olyan válságokkal tűzdelt időszakban, mint jelen pillanatban. És akkor is már lehetett látni a konfliktusokat ezek között a pártok között, és 2021-ben le is cserélték Igor Matovic akkori szlovák kormányfőt, egy kormányválság volt, Eduard Heger került hivatalba, és gyakorlatilag 2022. decemberéig bírta, amikor hát lemondott, megbukott ugye a kormányzat a parlamentben. Onnantól kezdve egy ügyvezető kormány volt hivatalban egészen tegnapig, és ezt az előzte meg, hogy gyakorlatilag sorra álltak fel a miniszterek a belső konfliktusok miatt, a földművelésügyi, és később legutoljára ugye a külügyminiszter volt, aki beadta a lemondását, és ez akkora instabilitást hozott a rendszerben, hogy vasárnap végül a szlovák kormányfő is beadta a lemondást, és most ugye már tudni tavaly december és január óta, hogy lesz egy előrehozott választás, ez pedig szeptemberben lesz a jelenlegi tudásunk szerint megtartva. Csaputová elnök jelentette be, hogy hivatalnok kormányt állítanak fel, nincs szükség arra, hogy a parlamenti pártok vezetőivel egyeztessenek. A konzervatív és a liberális oldalról is szakértői kormány áll majd fel egy hivatalnok kormány. Erről beszéljünk egy kicsit, hogy egy ilyen hivatalnok kormány működésében például a parlamentnek milyen szerepe van. A szlovák államfőnek ilyenkor vannak többek jogosultságai, tehát gyakorlatilag most a szlovák államfő hoz létre egy kormányt, és ezt egyébként vitatják is, tehát például Robert Fico, a legerősebb ellenzéki pártnak a vezetője, a korábbi kormányfő arról beszélt, hogy ő például csak akkor tudná támogatni a parlamentben ezt a hivatalnok kormányt, hogyha cserébe szeptemberről előre hozzák júliusra a választást, tehát júliusban már megtartják az előrehozott választást, amit egyébként azért toltak ki szeptemberig a korábbi kormányzó pártok, hogy addig tudjanak egy kicsit erősödni, mert tényleg nagyon bezuhant a támogatottságuk, tehát ilyen 5% alá környékére esett be a népszerűségük, attól azt várták, hogyha szeptemberben tartják meg az előrehozott választást, addig kicsit összetudják magukat szedni. Jelen helyzetben nem ez látszik, tehát a Smer, Robert Fico vezetésével és a másik szociáldemokrata párt Pellegrini vezetésével vezeti a népszerűségi listákat. Ők egyértelműen egy békepárti álláspontot képviselnek, Robert Fico ugye a közmédiának is adott nem is olyan régen interjút, amiben gyakorlatilag pontról pontra osztotta a magyar álláspontot a legfontosabb politikai kérdésekben, és értelemszerűen azok a politikai erők, amelyek háborúpárti álláspontot képviselnek, azok, amelyek a liberális mainstreamnek a központi álláspontját osztják, ezek a politikai erők abban érdekeltek, hogy gyakorlatilag kitolják az előrehozott választást, és a mostani hivatalnoknak nevezett kormányzat keretében valahogy stabilizálják a mostani erőviszonyokat. Nyilván kérdés az is, hogy mekkora lesz a mozgástere egy ilyen hivatalnok kormánynak, hiszen szeptemberig működik majd, amikor az előrehozott választás meg lesz, és ahogyan ön is említette, a parlamenti ellenzéki pártok
már korábban is azt javasolták, hogy legyen egy előrehozott választás, ami hát most, ahogyan látjuk, akkor szeptemberben majd megtörténik. Mit lehet, vagy mire lehet számítani addig, és hát nyilván melyek azok a témák, amelyek uralják majd ezt a választást, az ukrán háború, a gazdasági helyzet, a közelmúltban például még Eduard Eger jelentette be, hogy megötszörözik a lőszergyártást Ukrajna részére két ütemben, 24 és 25-ben. Ezeken a területeken milyen elmozdulás várható? Azt láttuk az elmúlt hónapokban, hogy a társadalmi elvárással teljes mértékben szembe mennek ebben a kérdésben a kormány részéről, hiszen mind a lőfegyverszállítás esetében azt láttuk, hogy ugye minél több lőfegyvert akar szállítani a szlovák kormányzat, de például a felmérések szerint közel kétharmada a szlovákoknak nem támogatja ezeket a lépéseket. Ugyanez volt a helyzet a vadászgépeknél is, ott is nagyon komoly belpolitikai vita alakult ki, és ugye Robert Fico egyértelműen támadta is ezért a korábbi kormányzatot, mert nem osztotta azt az álláspontot, hogy minél több fegyvert és lőszert kell szállítani Ukrajnába, tehát ez volt a legfontosabb belpolitikai vitakérdés, és nem meglepő, hogy mindezek fényében fontosan esett a kormányzó erőknek a népszerűsége, és meg is bukott a szlovák háborúpárti kormányzat, és most itt a hivatalnok kormányzatnál nagyon érdekes lesz figyelni, mert ez gyakorlatilag egy ügyvezető kormányzat is egyben, hiszen semmilyen parlamenti vagy társadalmi felhatalmazása nincsen. Ott ez az érdekes, hogy egy politikai válságot a parlament nélkül hogyan lehet megoldani? Nagyon alacsony lesz a társadalmi legitimitása ennek a kérdésnek. Nem is biztos, hogy ki fogja húzni egyébként majd ez a kormányzat ezt az időszakot, hiszen csak akkor tud döntéseket hozni, hogyha megvan mögötte a parlamenti többség. De ha nem lesz meg a parlamenti többség, akkor onnantól kezdve tovább folytatódik az a belpolitikai válság, amit megfigyelhet az elmúlt időszakban. Az is elképzelhető, hogy a jelenlegi szlovák államfő a saját politikai oldalának vagy pártjának, a szlovák progresszíveknek az érdekeit nézi, hiszen értelemszerűen most azt próbálja meg eladni vagy kommunikálni, hogy egy ilyen szakértői hivatalnok kormány a jövő, és ez tudja megvalósítani azt, amit elképzelnek ugye Szlovákia esetében, és látszik is egyébként, hogy a szlovák progresszívek elkezdtek egy minimálisan erősödő pályára ráállni, tehát elképzelhető, hogy gyakorlatilag most már a szlovák államfő és a saját politikai közösségének az érdekeit nézi, amikor ilyen kormányt nevez ki. Beszéljünk kérem még arról is, hogy a szlováki jegybanknak az alelnöke Ódor Lajos magyar származású lesz ennek a hivatalnok kormánynak a vezetője. Őróla már tudni, a kormánytagokról pedig majd a következő időszakban fogunk tudni. Mit jelent mindez? Ugye egy felvidéki magyarról van szó, tökéletesen beszél magyarul, tehát tényleg egy magyar származású személyről van szó. A Szlovák Nemzeti Banknak eddig az alelnökeként dolgozott, és a felvidéki Magyar Szövetség egyértelműen üdvözölte, hogy várhatóan ő lesz most az új szlovák kormányfő. Ezért ilyenre nem volt példa, hogy Szlovákiát egy magyar ember vezesse, irányítsa, tehát ez egyértelműen egy fontos, magyar szempontból is fontos fejlemény. És ugye az elmúlt időszakban például a most nemrég lemondott szlovák külügyminiszter élesen támadta Magyarországot, meglehetősen erős magyar ellenes kirohanásai voltak. Ebből a szempontból azért várhatóan egy magyar kormányfővel az élen, a mostani hivatalnok kormány ezen változtatni fog, és ilyen magyar ellenes kirohanásokra nem lehet számítani. Melyek lehetnek a fő feladatok? Nyilván a gazdaság stabilitása, de például ugye beszéltünk már a külpolitikáról, azon a téren vajon mekkora mozgástere van egy hivatalnok kormánynak, hiszen ahogyan ön is fogalmazott, azért olyan parlamenti felhatalmazásra nincs, politikai pártok nem állnak mögöttük. Nem áll mögöttük, tehát én inkább arra számítok, hogy a napi ügyeknek az igazgatását fogja végrehajtani ez a kormányzat, tehát nagyívű, hosszú távú gondolkodást nem várhatunk egy ilyen átmeneti kormányzattól. Az ügyek, napi ügyeknek a működtetése lesz fókuszban, és fontos, hogy az államfő azt is kitűzte, hogy olyan személyeket rak ebbe a kormányba, akik nem indulnak a következő választáson, tehát ebből kiindulólag is ezeknek a szereplőknek nincsenek hosszú távú, több éves, több évtizedes tervei, vagy olyan elképzelései, víziói, amit meg szeretnének valósítani. És hát szeptemberig kell várni a következő választásig. Én Deák Dánielnek köszönöm szépen, hogy itt volt, és hogy mindenről beszélhettünk. Köszönöm szépen is.